Sorban álltak a Bora-Gora logójával ellátott poharak tavaly novemberben a második sétáló borkóstolón a Flash központban. Idén már a hagyományokat folytatva, ismét a boroké lesz a főszerep november 23-án, szombaton 18 órától a Szigetköz Akúrájában. Az este folyamán pedig a borok mellett ismét a Junior Fiatal Borászok Egyesületének tagjai kerülnek főszerepbe. Igazából ugyanaz a tematika, amit már harmadik éve folytatunk, hiszen úgy tűnik, hogy a Junior borászai megtalálták a célközönséget Mosonmagyaróváron. Nekik küldetésüknek tekintik, hogy a fiatal borfogyasztókat kulturált borfogyasztásra szoktassák, és ez nagyon jó helyszín ehhez a Flash központ, tehát idén is a Junior borászait várjuk, most többen jönnek, ez is jelképezi azt, hogy mennyire sikeres a Bora-Gora. Az idei Bora-Gorán összesen 11 borász mutatkozik be, köztük régi és új tagok is. Így az este sztárjait, a borokat Böjt Gergő, Gál Tibor, a Pnejsz lányok, Prácser Miklós, Árvai Szabi, Kamocsai Ákos, Pálfi Attila, Duzsi Tamás és Faritman Peti juniborászok mutatják be. A borkóstolás mellett pedig ezúttal is beszélgetéseken vehetnek majd részt az érdeklődők. Megtudhatjuk többek között azt is, hogy milyen a jó bulibor, megtudhatjuk azt, hogy hogy válasszunk bort, tehát ugye a nagy szupermarketek is kínálnak bort, a kisebb borhálók is kínálnak bort, tehát a beszélgetések kapcsán a borászok elárulják, hogy mire kell figyelni a borvásárlásnál. Téma lesz a kék frankós, hiszen Magyarország egyik meghatározó borfajtája a kék frankos, de szó lesz az öko, a bio borról, és itt nagyon mélyen bele fognak menni a borászok abba, hogy mennyire szakmai kifejezés az öko borászat. Este 9 órától aztán borbár várja majd a vendégeket, a jó hangulatról pedig a Hoppáré zenekar gondoskodik majd. Az idei Bora-Gorára jegyek már kaphatók a Flash Központ jegypénztárában.